100%-os támogatásból készült el a Vaján átadott helyi piac. A fejlesztés elősegíti az önfoglalkoztatóvá válást a piaci kereslet segítségével, valamint a foglalkoztatást is, így segíti a szociális felzárkózást a térségben, ugyanis a mezőgazdasági termelés fejlődésével, piacra jutásával munkahelyek alakulnak ki. Ez nagyon fontos családi gazdálkodás szempontból, fontos ahhoz a fajta vidéki, önfenntartó, gazdaságilag önfenntartó családi gazdálkodásra, vagy gazdálkodásnak az alapjának a megteremtése, amitől a vidék tud maradni. Most bocsánat, nem akarok egyetlen egy nagy multit megnevezni sem, de mégis csak jobb itt megvenni egy paradicsomot, mint zölden, vagy érlelt, műérlelt paradicsommal, aminek semmi íze találkozni nagy élelmiszerláncoknak a polcain. A közlekedési infrastruktúrák és az iskola energetikai felújítása mellett hamarosan elkezdődnek a város turisztikai fejlesztése is. Ezt Tisza Sándor, a település polgármestere mondta el. Ma átadtuk ezt a termelőpiacot, elkezdődött a Zöld Város kialakítása Vaján című program megvalósítása. Ezen kívül ebben az évben elkezdődik hamarosan a megyei önkormányzat által GESZT, országban benyújtott pályázatunk a turisztikai fejlesztési elképzeléseink megvalósítása tekintetében, illetve ipari park bővítésére is nyújtottunk be, és sikeresen pozitívan került elbírálása ez a pályázatunk is, ehhez is ebben az évben hozzákezdünk. A megyei közgyűlés alelnöke a rendezvényen kiemelte, a megyében 90 milliárd forint áll rendelkezésre a települések különböző helyi igényeinek megvalósítására. Azt szerettük volna a fókuszba helyezni, hogy valóban azok az igények, azok a helyi fejlesztési feladatok valósuljanak meg, amelyek valóban az adott közösségnek az életképességét, a közösségi életnek a színvonalának az emelését szolgálják, és nagyon örülünk annak, hogy tudunk kapcsolódni más programokhoz is, jelesül például a vidékfejlesztési programhoz, hiszen a megyei célok között az egyik elsőrangú volt a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése és az egészséges élelmiszer előállítás, és az ilyen helyi termelői piac pontosan ezt a célt szolgálja. A település országgyűlési képviselője fontosnak tartja a környező települések fejlesztését is, így ha minden projekt sikeresen lezárul, akkor 44 településen közel 19 milliárd forint jut beruházások megvalósítására.